aeternim benignitans et misericordia subsequenter me omnibus diebus vitae mei et in habitabo in domo Domini. Longitudinem dierum. Október 8-a a naptárban magyarok nagyasszonya ünnepe. A művész úrnak október 8-a a Gesù Nuovo titka, az Univerzum Harmóniája című művének ősbemutatója Nápolyban. Milyen hangulatban zajlott? A nápolyiak nagyon várták ezt az ősbemutatót, mert március 19-ére már be volt harangozva, de nem tudtuk megtartani különböző okok miatt, és húzódott egészen október 8-áig, tehát az egész város már erről beszélt, és akik a téren elmentek, mindenki nézte ezt a templomot és a gyémántmetszésű bazalt piramisokat, és október 8-ára tűzték ki a következő időpontot, amire már nagyon készültek a nápolyiak, és eljöttek, meghallgatták, és körülbelül 1000 ember hallotta a művemet. Nevezetes a mű, nevezetes a hely. Először mutassuk be talán a helyszínt. Nápoly főutcáján található egy nagyon érdekes homlokzatú templom, a jezsuiták temploma, amit Gesù Nuovo templomnak hívnak. Ez eredetileg 1470-ben egy szalernói herceg San Severino palotája volt, és ő építészével Novello di San Lucanoval, gyémántmetszésű bazalt piramisokkal borítatta a palota homlokzatát. Amikor elfoglalták Nápolyt a spanyolok, akkor 1557-ben megvásárolták a jezsuiták ezt az épületegyüttest, és egy görög kereszt alakú templomot építettek ebből az épületből, de az adásvételi szerződésben benne volt, hogy a homlokzathoz nem nyúlhatnak. Így megmaradt az eredeti homlokzat, és megmaradtak a piramisok, és bennük a piramisok palástjaiban az arámi és görög írásjelek. És ez a titok nyitja, ez az igazi univerzum benne, hiszen ez évszázadokig rejtély volt, hogy mit jeleznek ezek a betűk. Ön milyen összefüggésre jött rá? Hát ezeket a betűket nem láthatták sokáig a nápolyiak, mert annyira bekoszosodott, elkoszolódott a homlokzat. Egy pár évvel ezelőtt egy restaurálás alkalmával, egy tisztítással bukkantak elő ezek a szimbólumok, és rögtön a kutatók elkezdtek gondolkodni, hogy mi lehet ezeknek a szimbólumoknak a jelentése. Több hipotézis volt, arra is gondoltak, hogy a kőbányák, különböző kőbányából származó köveknek különböző jelzést adnak, de a legenda szerint azért építették ilyen piramis, azért építették ezeket a piramisokat a homlokzatba, hogy a negatív energiákat távol tartsák, és valami egyéb írást is elhelyeztek ezen a falon. Vincenzo de Pasquale, nápolyi művészettörténésznek az volt a
hipotézise, hogy mivel ezeket a írásjeleket nem lehet összeolvasni se szavakká, se mondatokká, ezért valószínű zenei hangmagasságokat jelöltek. A mai kotta írásunk előtt a zenei hangokat a görög ABC betűivel jelölték, például a gamma, a G hangot jelöli, vagy a delta, a D hangot jelöli, és így tovább. 6 különböző szimbólum található, és ennek kombinációi a falon, különbözőképpen elforgatva, különböző pozíciókba, és megkaptam egy hatalmas táblázatot, egy térképet a szimbólumokkal, és én egy üresbe beírkáltam ez alapján, a megoldó kulcs alapján a szolmizációs hangmagasságokat. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, hiszen ha ránéz az ember erre a táblára, erre a jelekre, bárhonnan elkezdi összeolvasni, még a dallam se jön ki. Igen, én is többféleképpen megpróbáltam felírni ezeket a dallamokat, először soronként, de nem volt jó a dallam. Aztán csináltam egy kis matematikai analízist, beszámoztam a sorokat, és összevetettem a számokat, a hangokat, és rájöttem, hogy a hármas szám és annak többszörösei adják a megoldó kulcsot, tehát ha három sort olvasunk össze, akkor olyan variábilisek ezek a szimbólumok, hogy értelmes dallamok születtek ez alapján, az olvasási módozat alapján, és megállapítottam, hogy a dallamokat a gregorián stílusba tudjuk besorolni, ami ebben a korszakban, tehát a reneszánszban is egy élő gyakorlat volt, a gregorián zene és a gregorián éneklési stílus. Hogyan talált rá pontosan arra szövegre, ami illik ezekhez a hangokhoz? Igen, hát a gregorián az vokális énekes zene, amihez természetesen szöveg is társul. Művészember révén nagyon kifinomult receptorokkal rendelkezem, és empatikus és intuitív készségeimet is elég magas szintre vittem az elmúlt évtizedekben, munkám során, és az a megérzésem volt, hogy valamilyen köze kell, hogy legyen a falnak és a homlokzatnak a 23. zsoltárhoz, a Jó Pásztor zsoltárhoz. És mivel a 6-os, 7-es, 8-as sort olvastam össze először, és abból jött ki az első szép dallamom, ezért megpróbáltam a 23-as zsoltár 6. versének latin szövegét összeilleszteni a dallammal, és megállapítottam, hogy a szöveg és a dallam tökéletes szerves egységet alkot. Tehát kijött a megfejtés. Ez bizonyította azt, hogy a megoldási kulcsom jó. És ezzel még mindig nincs vége a rejtélyek feloldásának, hiszen itt rátalált egy nyomra a föld, az elemek, az alapvető elemeknek az összefüggéseire. Hogyan szerepelnek ezek is ebben a műben? Januárban kiutaztam Nápolyba, és kutatásokat folytattam, és Vincenzo de Pasquale felhívta a figyelmemet arra, hogy amit szeretnék bemutatni, az kevés. Itt van a rengeteg dallam, dolgozzak még tovább rajta, kutassak, és találjak egy olyan témát, amivel be tudom mutatni az összes dallamot. Kutatásaim most már nem zenei területre, hanem más felé irányítottak. A piramisokat és a szakrális geometriát tanulmányoztam, és több könyvet olvastam róla, és kerestem kapcsolódó pontokat a zenével.
És már az ókori görögök is, amit a reneszánsz ember is átvett gondolkodásmódot, a zenét összekapcsolták a matematikával, csillagászattal és filozófiával. Ez a négy most már szétvált tudomány egy tudomány ágat alkotott. És ebben a rendszerben gondolkozott a reneszánsz ember a 1400-as, 1500-as években. És ekkor a világegyetemet úgy képzelték el, hogy a Föld van a középpontban, tehát geocentrikus világképben gondolkodtak, és a világegyetemet 9 égitestre, 9 szférára és 9 múzsára, 9 angyali kórusra osztották, és a világegyetem felett pedig Thália, mint színjátszás múzsája uralkodik. Több ábrázolás is mutatja ezt a világképet, és valószínű nem véletlenül ezt a homlokzatot is ennyi egységre lehet osztani. 9 plusz 1 dallamot olvastam le a falról. És meglett a téma, hogy melyik dallam melyik égitesthez tartozik, és így tematikus lett a mű. Ezért kapta az alcímet a művem, Harmoniae Universalis, tehát az univerzum, a világegyetem harmóniája. Térjünk vissza még egy gondolat erejéig a helyszínhez, Nápoly. Ugyanolyan tufa van, mint Egerben. És akkor most mondok három kulcsszót, Nápoly, Tufa, Dante. Igen, ez érdekes, ez a Eger-Nápoly kapcsolata Tufával. Nápoly ókori görög alapítású város, Neapolis volt a görög neve, és az ókori görögök hatalmas munkába fogtak, kiválták a tufát hatalmas tömbökbe, a föld mélyéből, felszínre vitték, és abból épült Nápoly. És kialakult Nápoly alatt egy Sottoterraneának nevezett barlangrendszer, ami a világháború alatt menedékül is szolgált a nápolyiaknak, illetve a vízhálózatot is ott helyezték el, ciszternának is használták, onnan nyerték a friss ivóvizet. És az olaszok egyik legnagyobb költője, Dante is a Nápoly alatti és környéki barlangrendszerbe képzelte el az alvilágot. Tehát az isteni színjátéknak a helyszíne Nápoly környéki barlangrendszer. Most Liszt évében, 200 éve született Liszt, arra gondoltam, hogy tanulmányozom mind a két művet, a Dante isteni színjátékot is, és Liszt Dante szimfóniáját, és amikor felütöttem az orgona változatot, a Dante szimfónia Liszt által átírt orgona változatot, akkor döbbenten vettem észre, hogy az első akkord, a mű első akkordja egy zenelméletben nagyon használatos és különleges akkord, a nápolyi sext akkorddal indul, és utána jön egy nagyon-nagyon különleges egyszólamú téma. A szakrális geometriával kapcsolatos kutatásaimban találkoztam egy Gafori nevezetű zenelmélet író könyvével, a Musica Practicával. Ebben a könyvben Gafori az égitesteket egymástól hangköztávolságra helyezi el, így kialakult egy 9 hangú skálám. És döbbenten vettem észre, hogy
a nápolyi szext után a Dante téma egy hang kivételével a Gafori hangrendszer hangjait tartalmazza. Tehát ez egy hátborzongató észrevétel volt. Valószínű Liszt ismerte Gafori csillag skáláját, csillaghangrendszerét. A Gesù Nuovo titka, az univerzum harmóniája, 1400-as évekből ered akkor az alapmű, és ma született újjá az ön kutatásainak a nyomán. Mi az üzenete ennek a műnek mára? Több üzenete is van. Rengeteget gondolkodom rajta, hogy mi lehet ennek az üzenete. Elsősorban felhívja a zenére a figyelmet, hogy a zene egy különleges adománya a Jóistennek, a matematikával mindenképpen kapcsolatos, és az univerzummal, a csillagászattal is. És főleg a gregorián zene úgy látszik, hogy nem véletlenül olyan különleges, hisz minden hang egy égitest rezgése, egy égitest hangja, és az univerzum hangjaiból konstruálták meg, alkották meg ezek a névtelen szerzők a középkorban ezeket a dallamokat, és adták szájról szájra a népnek, illetve a kolostorban. Tehát úgy gondolom, hogy aki zenél, vagy gregorián zenével foglalkozik, legközvetlenebb kapcsolatba tud kerülni a transzcendenciával és az univerzummal. Ez egy nagyon fontos üzenete a falnak, mert egyre jobban úgy érzem, hogy a zene háttérbe szorul, és elveszíti az értékét, és ez egy olyan csodálatos művészet, ami nem csak az emberi érzések kifejezésére, gondolatok kifejezésére szolgál, hanem az univerzum üzenete is benne foglaltatik. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy október 8-án ősbemutató volt Nápolyban. Magyarországon is lesz bemutató, és a helyszínnek is van különleges jelentősége, és van nápolyi kötődése. Igen, most, hogy megtörtént a nápolyi ősbemutató, lépéseket tettem, hogy Magyarországon is be tudjuk mutatni ezt a művet, és egy olyan történelmi és spirituális szempontból is fontos helyszínt szerettem volna választani, ami méltó ehhez a témához, és történelmileg is kapcsolódik Nápolyhoz. Nem messze tőlünk, Gyöngyöstől északra, egy kis falucskába több éve, szinte 10 éve minden évben megfordulok és koncertezem. Ez a falu Gyöngyöspata. Gyöngyöspata sajnos most politikai hadszíntérré vált, és más ügyből lett országos hírű. De ez a gondolat már ezelőtt, a botrány előtt megfogalmazódott bennem, és jó dolognak tartom, hogyha tudunk Gyöngyöspatának segíteni ezzel a pozitív reklámmal. Tehát visszatérve a gyöngyöspatai templomhoz, ott egy Árpád-kori templomot találunk, és Gyöngyös, illetve környéke Károly Róbert Nápolyból érkezett királyunknak a birtoka volt, és tárnok mestere Megcsei Demeter síremlékét a
gyöngyöspatai templomba találjuk, tehát Megcsei Demeter Károly Róbert tárnokmestere volt, magyarul pénzügyminisztere, és egy gyönyörű Megcsei Bibliát is tulajdonítanak Megcsei Demeternek, egy nagyon szép iniciálékkal díszített Bibliát. Tehát az Árpádház kihalása után 1302-ben több lehetőség is volt, hogy visszaállítsák Árpád vérvonalát az uralkodói házban, és Szent Kinga testvére, Mária királyné a 12 éves Károly Róberttel, Karl Robertóval megérkezett Magyarországra, Nápolyból, és végig küzdötték a kisfiú és a nagymama, 42 éves, nagyon szép és energikus nagymama, az akkor uralkodó oligarchákkal azt a nagy tettet, hogy végül is harmadjára sikerült magyar királlyá koronázni Károly Róbertet. Tehát Gyöngyös, illetve Gyöngyöspata Károly Róberthez kapcsolódik, illetve még egy nápolyi vonatkozása van Gyöngyöspatának, hisz Mátyás, Korvin Mátyás első győztes csatáját a patai palánk várnál vívta a husziták ellen. És tudjuk, hogy Beatrix is Nápolyból érkezett magyar királyné. Mikorra várható a magyarországi bemutató? Ha elmúlnak az ünnepek, Minden Szentek, valamikor utána, még pontos dátum nincs, de valamikor november elején lesz Gyöngyöspatán a bemutató, viszont a Jászberényi bemutató már fixálódott, tehát a Jászberényi bemutatót már lefixáltuk. November 26-án szombaton 4 órakor fogom bemutatni Jászberénybe, hisz nekem a jássága szülőhazám. Ezután a dallam után a megoldó kulccsal az összes dallamot lejegyeztem, és miután megvolt a gafóri téma, az univerzum téma, így fel tudtam fűzni erre a témára a dallamokat, és adta magát az egész zene. Szeretném a hold tételből egy picit játszani, nem végig, csak egy pár taktust. A holdhoz az volt az elképzelésem, hogy mindenképp egy gondoladalt, egy barkarólát tudok elképzelni. A dallam a falból egy karakteres kisterc felugró dallam, amit le tudtam olvasni, így hangzik. És így tovább. És ez tökéletesen illik egy háromnegyedes gondoladal basszus fölé, amit már én komponáltam, és akkor ez körülbelül így hangzik.
és így tovább. Ezek a közjátékok mindig megszakítják a dallamot, mert ott a három ajtó van, tehát három ajtóval szimbolizálom, illetve a közjátékokkal szimbolizálom a három ajtót, amik megszakítják a piramisoknak a folyamatát. Ez a második tétel a hold tétel volt. A Merkur tétel érdekes, egy különleges verslábba, a Coriambus verslábba, hosszú, rövid, rövid, hosszú verslábba csoportosulnak a hangok, és ez pont illik Kalliope múzsájához, mert Merkurnak Kalliope a múzsája, aki az epikus költészetnek a múzsája, és ezt a kis tételt ebbe a Coriambus ritmusképletben helyeztem el, és az orgona két manuálja felváltva váltakozik, mintha felelgetnének egymásnak. Szeretném bemutatni a kilenc hangból álló skálát, amit az 1492-es Gafori által írt Musica Pratica című könyvben találtam. Az első hang a Föld, az a C, a második nagy szekundra a Hold, a D. A Hold és a Merkur között kis szekund van. Vénusz következik. Vénusz és a Nap között kis terc, tehát G. Ezután jön a Mars. Jupiter. Szaturnusz. És az álló csillagok, a Cisz. Tehát ebben a korban még nem találták meg a többi égitestet, és viszont már kiszámolták a Plútót és a többit, és ezeket egy gyűjtő fogalommal, álló csillagok névvel illették őket. Tehát sorba a kilenc hang. Hogyha ezt szétdobjuk az orgona billentyűzetén, akkor pedig egy különleges harmóniát kapunk. Föld, Hold, Merkur, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz és az álló csillagok. Ez a harmónia egy teljesen különleges 21. századi űrhangzás. És ezt a hangrendszert és ezt a harmóniát használtam fel a további szerkesztésben is. És ezeket a hangokat használta Liszt a Dante szimfóniában. Hát a Dante szimfóniának a témáját szeretném bemutatni. Thank you.
ez a teljesen különleges, megfoghatatlan dallam. A gafóri hangrendszerből egy passacaglia témát szerkesztettem, tehát az alvilágba lemegyek a csillaghangok segítségével, ami így hangzik, és ezután rátettem erre a folyamatos, makacsul ismétlődő ostinátó basszusra Liszt Dante témáját. Ez vezeti be ezt a tételt, és később pedig meg fog szólalni a 23. Zsoltár teljes terjedelmében, ami pedig a fal dallama. Dominus pascit mi, et nihil mi hiderit. És így tovább.